Sziasztok, üdvözlök mindenkit, innen Gödöllő állami telepek megállóhely előtt vagyunk. Egy nem sokkal itt van előttünk, és éppen úgy látom, hogy az átépítést itt is megkezdték, úgyhogy szépen szétnézünk a megállóhelyen. Aztán meglátjuk, hogy hogy néz ki jelenleg. Egyébként itt van a fővonal mellettem. Mutatom, ott van egy átjáró. És éppen látjátok, hogy nem jön vonat, és maga a megállóhely az ott van előttünk. És itt van egy ilyen kivilágított, egy ilyen közvilágításra is ellátott betonút befele. Ez nyilván az Arborétum bejáratához vezet, mert gyakorlatilag itt van az állami telek megálló mellett, azért ez egyik létjogosultsága ennek a megállóhelynek, mert nagyon más a környéken nincsen. Itt ilyen pár száz méterre arrébb van egy pár gyár, meg hasonlók, még az generál némi forgalmat. Egyébként volt arról, hogy az átépítés alá meg is szüntetik ezt a megállóját, és nem fog itt vonat megállni. Sőt, nem is építik újra. De aztán nyilván az Arborétum is lobbizott miatta, főleg, hogy ott kisvasodat is építenek, amit terveznek eddig kihozni. Meg nyilván ott van egy pár üzem meg gyár, ahova ugye a dolgozók a vonattal is be tudnak járni. És már csak azért is. És most éppen még vágányzári menetrend van. Még ritkábban állnak itt maga vonatok. De majd mindjárt oda is érünk, és tudjuk, hogy mi a helyzet. Itt nem tudom, hogy úgy látom, a széles pedot már kezdték kiépíteni. És mint a jelenleg is dolgoznának a megállóhelyen, de mindjárt megnézzük. És akkor itt volnánk magán a megállón. Ilyen labilint korlátlan lehet átjutni. Ilyen ide a egyik oldalról a másikra, aztán nem tudom, hogy később lesz-e itt építve alul vagy felüljáró, mert mostanában az divat, hogy mindenhova ilyen átépítéseknél, ha kell, ha nem, kiépítenek aluljárókat, vagy felüljárót. És egyébként tudtam, hogy most fog 5 perc volna jönni egy vonat, ott arra már várnak, de én majd elmegyek az 1 órával későbbivel, vagy esetleg bemegyek Gödöllőre. Tehát addig legalább körbe tudom járni itt magát, és rendesen be tudom mutatni. 5 perc erre kevés lenne. Látszik, hogy meg beépítenek, hát az ide vezető utat azt egyelőre szerintézték. Hát ide ezért rendes személyautó vagy, nem nagyon lehet bejönni. Csinálom, hát mennyi liba. Itt valahol egyébként van egy buszmegálló is a környéken. Ott is biztosított az átszállás a vonatra, hogyha itt valaki felsétál ideáig. Na, most pont elment egy volánbusz. Na mindegy, majd szépen megnézzük a többit. És egyébként itt van valahol szemben az Arborétumnak a bejárata is. Nincs közben. Ez lesz majd a 60 felől érkező vonatoknak a peronja. Amíg körbe nézzünk a környéken. Másik vágányra mindjárt vonat fog jönni, de egyébként fehér a fénysorompó, úgyhogy még nem. Ott mit látjátok, utasok is vannak, és itt van a peron. Ez már át van építve, látszik a szokásos EU-s átépítés, elsodrási határjongás, viakolor, piros, fehér, és a háttérben már látszik, hogy jön a vonat. Kicsit közelebb is megyünk, és meghagyták ezt a régi esőbeállót, az volt a megállóhely épülete, és ott van. És itt van a kék turista jelzés, tehát ugye nyilván az Arborétumba a túra útvonalak. Tehát közben elment egy S80-as, egy óra múlva jön a következő. Vagy megvárom és elmegyek azzal, vagy addig átsétálok a Gödöllőre, elvileg egy 3 km körül van.
Olyan, és akkor még azt az esélybe állított, megnézzük meg. Hát nézzük, hogy mennyi liba van ott a... Hát nem semmi. Hát van egy pár libából. Hát a régi megálló névtábla az még kim van. Sőt, ezt nézzétek. Ez volt a régi esőbeálló meg váló. Ez a másik meg szerintem a WC. Na mindjárt ezt is megnézzük. Úgy emlékszem, itt már voltam, amikor tavaly, amikor jártam erre. Szerintem itt van a WC. Aha, régi potyantós öcsi. Hát koedukált WC van. De legalább van. Feltűnő, hogy nem, hogy... Hát most azt nem nézem meg, hogy bődüléses-e, hogy ez azért remélhetőleg elég mély között ásnak alá, vagy meg esetleg néha még üdítik is. Mert ha bődüléses, akkor bár olyan sokan szerintem nem használják, de azért az nem állt, ha van. Maga a megállóhelyen, a kevés a megállóhely van, ahol még van WC. Ha és ez volt a régi megállóhely épülete, hát ez csak egy esőbe álló, viszont felirat az kim van még rajta. Erről fényképet is csinálunk. Hát ez a hagyományos. De itt vannak kint a tájékoztató táblák, van menetrend, a vágányzávi információk is kint vannak. Igen, hogy nyilván van vonatpótlóbuszos, amíg ezt a megállóhelyet nem érinti. Hát azért most még szokottnál is ritkábban járnak a vonatok itt. Hát itt lát, igen, tehát az se áll, meg igen, ott is így 8.41-kor Gödöllőn lévő se. Na azt mondjuk nem néztem meg, hogy Gödöllő fele mikor jön vonat, mert lehet, hogy még oda is fog jönni. Egyébként van hangos bemondó és működik is. Úgyhogy lehet, hogyha majd jön egy vonat Gödöllő fel, akkor azzal bemegyek Gödöllőig. Aztán onnan már akár hével is hazal jöhetek. Végül is hével már úgyis régen utaztam. És errefele van, ott tovább van az arborétum feladajárat. És egyébként a gödöllői arborétumban kisvasutat építenek jelenleg, és az a terv, hogy az egyik végállomás az itt lenne a megállóhelynél, tehát szerintem valahogy arról jönne egész ide, és itt lenne a végállomás, és akkor szintben meg hát egy közös peronon át lehetne szállni a nagyvasútra. És ráadásul a gödöllői kisvasútból, amit itték az arborétumban, már kb. 400 méter készen van. De úgy tudom, hogy nincsen még személyszállítása megnyitva, vagy még nem adták át teljesen, viszont idén nyáron többször is volt nyílt nap, mikor lehetett vele utazni. Hát sajnos egyiken sem tudtam ott lenni, mert valahogy sose volt jó az időpont, de biztosan fogok vele utazni. Egyszerűen folyamatosan építik, és hát a... De a végleges verzió az az, ami, vagy legalábbis a terv, hogy egészen idáig ki fog jönni a megállóhelyig. Tehát én úgy gondolom, hogy valahol például itt lehetne a végállomása, akár csak egy simpárral kijönne eddig, esetleg egy körbejárási lehetőséggel. Van neki hely, tehát itt lehetne egy kitérő vágány, ahol a mozdonnyal körbe lehet járni. És akkor nyilván onnan jönne valahogy, és akkor egy ívesen valahogy be az erdőbe és az arborétumból. Mert nyilván az a cél, hogy a gödöllői arborétumot lehet jobban, meg gyorsabban végignézni egy kis vasúton. Meg hát nyilván lesz több megállóhely is benne az arborétumban, és ahol mondjuk le lehet szállni, szépen lehet nézni. És itt van maga a peronnak a vége, ez már az új. Éppen elnézünk arrafele. Itt már gödöllő fele nézünk. Ott arrafele még dolgoznak is a pályán. Mondom, a töltést magasítják, építik. Ott van egy másik átkelő, ja, szerintem az lesz az, amik az arborétumban megy, ha ott megy át a kocsi. És ott az ív után meg nagyjából már Gödöllő van. És hát itt a peronnak a másik vége, vagy eset a
másik oldali peron, gyakorlatilag ugyanaz, csak ott nincs esőbeálló se. Lehet, hogy fognak majd még egy ilyen busz megállóhoz, hasonló esőbeállót a megállóhoz, de tudom, az egyébként szokás ilyen EU-s átépítéseknél is, valami kis egyszerű, valamit, ami esőbeálló, azt építenek. Hát nem tudom, készség. Viszont az ott jó ötlet volt, hogy a már meglévőt meghagyták. Ez erre tökéletes. Hát aztán majd meglátjuk, hogy végül mi lesz. Végül is, most is óránként van vonat. Úgyhogy szerintem itt még lehet, hogy későbbiek, majd ha kész lesz az átépítés, még sűrűbben is meg fognak állni a vonatok, nem lehet tudni. Igazából a munkába járó, munkába bejárók miatt. Meg a szezonban főleg nyáron az arborétumban látogatók miatt is van értelme ennek a megállónak. Úgyhogy végig is jó döntés volt, hogy mégis megmaradt. Gyanúsan állnak ott a kocsik egy helyben, lehet, hogy aha, vonat fog jönni. Még az áthaladó vonatot nem mondja be ezek szerint a hangos. Aha, mozdulj meg a... meg feske kocsik. Közben itt most éppen Gödöllő fele nézünk, és ott látszik egy zöld turistajelzés, és ez az út, szerintem ez vezetett be az arborétum fele. Tehát gyakorlatilag van az arborétumnak a bejárata, az ott a munkagép után van valahogy vasúti átkelés, ott lehet menni az arborétumba. És most mondom, szerintem a Gödöllői kis vasudat az például ezen az úton simán ki lehetne hozni. Még pont annyi hely van, hogy egy keskeny nyomtávú sínpár itt simán elfér, és akkor itt akár ide is lehetne tenni a kitérővágányt, vagy akár itt még valahol itt is elférhetne még egy, és akkor körül is tudna járni a mozdony. Úgyhogy ez is egy megoldás lehet, de hát ez még a jövő zenéje egyenlőre. De itt nagyjából az itt látszik már itt állami telepeknél, hogy az átépítés után mi várható. De nyilván az oldalon az esőbeállót meghagyják. Azt nem tudom, ezek a térvilágítók ezek működnek-e, de nyilván ezeket se nagy tudomány bekötni. Ugye a régi megállók helyen ez se volt. De ugye hát ez már szerintem ugyanúgy követelmény már az ilyen teljes átépítésnél, hogy ilyen széles peronokat kell építeni. Sokszor még a külön szintű átkelést is kérik, de hát ez itt remélhetőleg itt azért nem variálják még végig azzal át, hogy még itt feltúrják még egyszer, hogy még egy aluljárót építeni, mert ide azt szerintem felesleges lenne. A labirint korlát itt bőven elég. Nem messze ott egy fénysorompós átjáró is. Tehát még szerintem az is egy jobb megoldás lenne, hogyha tennének oda egy fénysorompót a végére aztán. Mind a két oldalra tennének egy fénysorompót, ami ugyanúgy, mint akár bekötve ott a tőle alig 50 méterrel lévő átjáróba, hogy akkor villogjon egy itt is, hogy na, piros van, nem mész át, kész. 9 perckor 60-ba a vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Látok, hogy ez a kis videó az ennyi lett volna, most megnéztem a vonatinfón. Körülbelül egy olyan 10 percben fog jönni egy vonat Gödöllő fele, úgyhogy elmegyek azzal. Egyszerűbb, mint várni még egy órát, hogy visszafele mehessek Pestre Gödöllőtől meg. Szerintem, ha ma is ott vagyok, tényleg ott vagyok Gödöllőn, akkor a Királyi Váróról például tudok nektek csinálni egy videót. Bár szerintem bemenni nem lehet, csak tudom, most azért nem fogok fizetni, hogy bemenjek, egyszer már voltam bent. Akkor végignéztem mindent, csak nem videóztam, meg ráadásul akkor úgy volt, amikor megnyílt, egy olyan, mint egy 8 évvel ezelőtt, hogy még külön kellett fizetni a fotós jegyért is. Hogyha fotózni akartál, még azért külön kellett egy ezeres fizetni az ezeres belépő mellé. Hát azt mondom, azt egyszer mondom. Egyszer az megvan, de mondom, még egyszer nem fogom kifizetni. Én, hogyha maximum bemutatom majd kívülről, meg körbe videózom nektek Gödöllőt. Ott úgy is lesz idő, mert a hév az azért viszonylag sűrűn jár, úgyhogy bármelyiket majd haza tudok menni. És adásul majdnem teljesen házig biztosan. De úgyhogy
Na mindegy, hát túlbeszéltük ezt a, ezt a dolgot, vagy a problémát, ez csak egy kis tényközlés, úgyhogy legyen ennyi, hát köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, hát tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, attól függ, hogy tetszett-e vagy nem, de kommenteket is írjatok nyugodtan. Ez főleg a 120 A-vonal csoportnak a főbeszólóira vonatkozik, akik ugye valamit mindig tudod, de az nem baj, hát írjátok meg, ha valami nem tetszik nektek, aztán majd legközelebb majd másképp csinálom, hát már mennyire lehetséges. Nyilván amit nem tudok, azt nem tudom elmondani a videóban se, tehát mint a múltkori Rákoskertnél, hogy mióta létezik megállóhelyként, az az épület illegális épület volt, tehát most amennyit ki lehet véteni a helyszínen, azt nyilván azt megtettem, de hát azt nem lehet minden tudni. Hát annyit tudtam csinálni, hogy régi fotókat a szocialista Google Earth-on a fencél.hu megnéztem, és ott még nem látszott, ott még ugyanúgy megállóhely volt 1966-ban, 52 évvel ezelőtt, hát korábban meg ezek szerint állomás volt. 1936-ban például még az volt, mint hogy a felrakott képek is bizonyítják, csak hát ezek nem volt meg. Úgyhogy mindegy, hát hogy a kritikák az jöhetnek, azon nem sértődök meg. Sőt, a szétolkodjátok ugyanúgy, mint Elbit, mint ott is szokták csinálni, az se baj. Én is vissza tudok tolkodni, ahogy meg is tettem még tegnap is ugyanabban a csoportban, úgyhogy lehet, semmi probléma, nyomjátok a kommenteket. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! Jó.